Üdvözlöm minden kedves nézőt! A következő mérkőzés pedig szintén ugye a Wide és a Salad Fingers között fog majd zajlani. Tiltások pedig megjönnek egyértelműen már az Edemre való, teljes mértékben való, hát, hogy is mondjam, fókuszálás, az megvan. Nem lesz velkó az ADM-nek pontosabban, ez már biztos. Ezen a meccsen pedig nem lesz más szakmai szántsegéde, mint Darcy. Vladimirt is ugyanúgy kitiltják ellene, hiszen az előző mérkőzésen, hát mondjuk úgy, hogy elég kemény volt az a Vladimir választás. Hekarin pedig ugye Fanska ellen érkezik. A mérkőzés első 5 percében képes volt elhozni 2 darab villanást az ellenfél csapatától, a gyilkosságról nem is beszélve, mint hogy a felső ösvényen tudtak szerezni Reveliával karöltve. Apropó Irelia, ő most Jeremy Fisherhez fog érkezni. A kartuszt pedig nem tartotta annyira erősnek a White, hogy ezt kitiltsa. Így megint csak elhozott ezt, mert valahogy Daredevil, hogyha akarja, vagy Daredevil, kinek hogy esik mondani. A nidali választással viszont megteheti azt a lépést, hogy valamelyest Fun Sky majd, hogy gyorsítsa a Jungle-ról a játéket a White-nak. Ugye most vörös színekben fognak játszani, nem pedig kékben, mely azt jelenti, hogy azért lesz egy-két objektum, mert egyszerűbben és gyorsan mehetnek ki, lásd a sárkány. Az ösvénycserének ugye szemtanúi nem voltunk az előző meccsen. Most viszont ezzel lehetnénk, mert ugye minél hamarabb és minél gyorsabb tömeg az alsó ösvény egy korai sárkány idézhet elő. Persze kérdés, hogy mit kell érte áldozni, vagy legalábbis mennyi időt. Karma, az inspirációk királynője a White-hoz csapódik. Köszönöm, Ecstasy át is váltja égetésre ezt az idézői képességet, tehát egy kis agresszivitást ezt talán várhatunk tőle. Tobi pedig rexályozni fog ezen a mérkőzésen, ez ugye tankosságot egyértelműen kölcsönz az egész csapatnak. Ahogy kicsi Ancy Braumja úgy szintén, ez egy támogató tank, nem egy támogató karakter. Arra vagyok csak kíváncsi, hogy ez jelenti-e azt, hogy Jeremy Fisher sokkal agresszívabb felső ösvény Irelia-t mutat majd számunkra, már a tárgyválasztás szempontjából. Tehát akár egy Jomu szellemkardja, vagy egy Draktárt, ne adj Isten, várhatunk erre a karakterre, vagy ő is azért félig meddig tankos lesz, és ebben az esetben akkor sok sebzést kéne még vásárolnia, elhoznia erre a mérkőzésre a Salad Fingers csapatának. Viszontrát hoz a Wide, na most a varázs sebzésre orientálódott Salad Fingers csapat az előbb ugye kicsikét mindenki megszívta a fogát emiatt, te is kiemelted azt, hogy két lehetett volna valamilyen szinten több sebzés kiosztania a Wide-ra a Fingers csapatának, de hát ugye két mindenben nem volt annyi tárgya mégis, annyi feed rajta, hogy lehet ugye szedni az ráérkező játékosokat. Viszontra maradhat AD-nél is, de a felső ösvényre is fölmehet, az biztos, hogy a top 3 karakterek között van AD-nek a Lissandra is. Ezzel sem hiszem, hogy kevesebbet tudna hozzátenni a játékhoz, mint az előző mérkőzésen. Velkoza akkor sem volt, viszont a Kartuszon még mindig gondolkozhat. Valamennyire a Fingers csapata. Vladimir nincs. Ez mindenképpen egy jó hír szerintem mindenkinek, pedig a kék oldalra jött tiltásra. Tehát igazából az első választási lehetőséggel élhetett volna a Salad Fingers csapata arról, hogy akkor majd a Wide nem tudja, akkor el lehet hozni. Ezzel érkezik majd. Lövész pozícióban, míg vele szemben Lucian már ki volt válaszva, valamennyire egymástól persze lopkodnak karaktereket a játékosok. Kérdés, hogy milyen mestersége jönnek majd ki. Ez megint egy olyan választás Ezreal képében, aki egy kinövő lövész. Tehát az alsó ösvényen, még ha alapvetően lehetne is agresszivitást várni Salad Fingers csapatától, hát erre a mérkőzésre szerintem az el fog maradni. És az utolsó választása a felső ösvényre fog majd érkezni a Wild csapatának. Ez ugye Reveliához, majd egy Irelia-val szemben kell, hogy jöjjön. És én azt is el tudnám fogadni, hogyha ez egy fiúra volna, hiszen a kábítást le is lehet védeni, sőt, vissza lehet verni Irelia-ra. Ha pedig egy Irelia-t kábítasz, az a legnagyobb fegyvered ellene, ha lecécézed Irelia-t. Ezért is van a passzív képességében egy kevés ideig cécézhesd. Tessék, tényleg fiúra fog érkezni. Így van. És ezzel szerintem Irelia-t meg lesz mindenképpen a kellemetlen helyzetben kint a saját ösvényén. Rexájjal jön ugye a Salad Fingers csapata. Ez eddig jó hír, viszont Nidalee nem az a karakter, aki ne tudna gyorsabban farmolni. Szóval látom erre hogy megfelelő lehetőséget, hogy Rek'Sai visszahoztassa magát farmon. Az biztos Isten, hogyha a játék netanáltan elhúzódik kicsit hosszabb játékra, akkor Nidalee-nak mondjuk a választása, pontosabban a karakternek az ereje, az gyengülhet majd a játék középső, de inkább végső szakaszára. Ez az is kérdés, hogy mit érít vele Fun Sky, mert hogyha totál sebzésre megy, akkor egy-két kósza Darda fontos lehet, de ezért van Braum valamelyest.
és instant ráválasztás jött ugye lideri választás hívására, ugye ez a Seret Fingers-től, és jön a Karthus ugye megint, a kettős teleportra, pedig most mindenkét játékos, mindenkét csapat rááll, ez előbb ugye a Wild volt ezzel előnyben, ha minden igaz. Ha jobban megnézzük, tegyük fel, hogy egy csapatharcra kerül a sor, valószínűleg majd lesz ilyen helyzetünk a mérkőzésen. Nincs csapatharc. ADM-nek én már most látom a fején, hogy igen, ő kiharcolja majd ezt a csapatharcot. Vagy ő megcsinálja ő a csapatharcot. Ő maga a csapatharc, igen. Igen. Azzal a Lisandrával valószínűleg még ezt is el lehet mondani, mert az ő érkezése, a területi sebzést ezt magában hordozza egyértelműen. Ezzel szemben, ha a másik oldalról megnézzük, egy karaktert lehet csak kiemelni, akiben elég sok a területi sebzés, ez ugye Karthus. De az előző összecsapáson is láttuk, hogy Karthusra lehet reagálni. Egy-egy jól elhelyezett szellem arc, az már megfogja a sebzését, már pedig többet is vásárolt belőle a Vágy csapata. Még az első összecsapáson. Talán most egy Lisandrára ilyen lehetőségen nincsen ADM-nek, viszont első tárként cserébe megveheti magának akár a mélységi jogart is. Persze. Ami viszont ki is lehetetné, vagy akár ki is zárhatja a korok pálcáját ezen a karakteren. Karthus eltakarítása nagyon fontos tényező lesz majd a mérkőzésen, hogy vagy korán takarítsd el teljesen másik helyen, vagy tartsd a tisztes távolságot tőle. Attól függ, hogy milyen erőd van rá. Ha van rá igazából megfelelő bőrszer, akkor meg lehet ölni, és ezzel kivenne a játékból, hogy csak a végső képességének a sebzésével kell számolni. De Karthusszal viszont lehet jolóba játszani, és úgymond megpróbálni jó helyen meghalni. Elég érdekes amúgy egy ilyen stratégiával játszani, de ez a legjobb a Karthusoknál. Hogyha egy aktuális küzdelemben, ahova Lisandra beérkezik és megteremti a jó hadszínteret, arra válaszolsz egy jó halállal Karthusszal, és jó helyen halsz meg. Így még azért, hogy halott formában is tudsz még sebezni egy darabig mind területre, mind pedig az aknáiddal egyértelműen. De egy a lényeg, hogy a kifárasztása van Ice-T-nek, még Hextazinak égetése karmával, ugyanis az inspiráció mellé a mozgási sebesség megfelelő ha kihasználásával Hextazi valószínűleg jóval egyszerűen fog valaki teljesen kizónáztatni a láncának a teljes kifejtése után is, viszont nincs egy Sivir mellette. Sivirnek a lehetősége meg lett volna, hogy Máté elhozhassa, ezzel teljes mozgási sebesség kontroll tudta volna a Wind magáénak tudni, de még lehet, hogy Lucianek az elvétele frennától a jobb döntés volt, ha a Wild szemszögét nézik. Abban teljes mértékben igazad van, hogy a csapatharcot, ha elkezdi a Wild, arra Daredevilnek az egyetlen jó reakciója az majd a halála lehet, viszont talán az előző mérkőzésből okulva mondhatjuk azt, hogy az ösvény fázisa az rendkívül erős Daredevilnek, utána viszont valahogy megszűnt létezni. Tehát hiába volt 6-0-ás vagy 6-1-es talán a mérkőzés egy bizonyos pontján, ezt sem tudta teljes mértékben kihasználni. Egy kis fun fact, hogy az egész mérkőzés hosszát tekintve Daredevilnek volt összességében a legtöbb sebzése, mind a két csapaton belül, 25-6000 környékén sikerült kiontani magából az aknákat, illetve hát a sebzést, de még így is sajnálatos módon a Seret Fingers csapata veszíteni tudott, több szerencsét erre a meccsre. És ebben a pillanatban 3 perces Mátyás time lejárt, ami azt jelenti, hogy repülünk be a mérkőzésünkbe, ami már a második, legalábbis nem repülünk, hanem még csak töltünk be a mérkőzésünkre. Ugye a BO3 szépsége az, hogy egy hibázási lehetősége van egy csapatnak, viszont kettő már ugyanannak a csapatnak nem lehet. Ugye két nyertes meccsel fog valamelyik csapat egyértelműen nyerni és bejutni abba a döntőbe, mely július 27-én Debrecenben a Lombarda Kulturális Központban lesz majd lejátszva. Egy rendezvény keretein belül, tehát igazából aki itt nyer, az már biztosan kin lesz 27-én, szóval lehet Frenna simogatót tartani, vagy Fanskai simogatót tartani, mert ők valószínűleg kin lesznek, attól függ persze, ki nyer a végső két nyeres meccs után, kinek a nevét lehet majd kiemelni. A Wild most előnyben van ezt így. Ugye az 1-0-nak köszönhetően nekik már ugye kicsit kevesebb a dolgokban, és ahogy mondta, Kioszke is fél lábbal a paradicsomban, teljesen jó meglátás, és ugye szerintem minden elmondható arról, hogy kinek milyen szintű hősismerete van, meg persze az kinek sem annyira nem beszédesek. Úgy néz ki, mintha elhozta volna mindenki a Seret Fingers csapatából azt a karaktert, akivel kényelmesen tud játszani, mert hiszen itt azért nyerniük kell, most már nekik nincsen más választásuk. És amíg Pierce kozmetikáz, addig megtekinthetjük az első tárgy vásárlásokat. A felső ösvény egy kis öröm, hogy
mint Fiora, mint pedig Irelia Doran Pengét vásárol, ahelyett, hogy a jó öreg statisztikaadás nélküli romlás italát láthatnánk, középső és minnyien szintén Doran gyűrűjére ruház be mind Lissandránk, mind pedig Karthuszunk. Felső ösvényen Rivélia az, aki bajban lehet, egyelőre még bokorban van, de bajban hát, is lehet. Hát őrszemet ki is pakol közben egyetem a szeret finger csapata, viszont ebből még el tud lépni Rivélia is, nem kellett képességet használnia senkinek. Egy ijesztésre mindenképpen jó volt, vagy igazából kevesebb Facebook lehetőséget kapott így egyértelműen Rivélia a felső ösvényen, mert vissza kell lépnie a bokorból. Erre a kapásra válaszol Máté és Hextasy, bejjebb lép krugok melletti bokorba. Egy őrszemet kihelyezném. Ezzel igazából lehet majd látni, hogyha Rek'Sai ott jár, vagy netalántan ott kezdene, de látható, hogy a béka körül mocorog már most jelen pillanatban is, és lehet, hogy csapódik hozzá egy darabig majd Jeremy Fisher, de az előző meccsen sem volt ösvény csere, itt sem biztos, hogy lesz, így csak egy kicsikét a tankosságban vesz át Rek'Sai-tól a jungle-ben, majd Jeremy Fisher ezzel ugye valamennyire top, egy Tobi tud majd haladni gyorsabban és kevesebb életerőt használva a saját jungle-ében. Középső ösvényen pedig szépen kérkezik Lissandra és Karthus, a párbaj ADM és Daredevil között elkezdődik. Lehet, hogy őrszemen állt ugyan Frenna és kicsi Ice-T, de attól függetlenül a krugokat el fogják hozni, hiszen ebbe beleszólni most már nincsen lehetősége Máté, illetve Hextasy párosának, ők viszont nem hozhatták el a békát, hiszen arra Fanskai igényt tartott, ahogy ezt láthatjuk. És így tapasztalati pont hátrányból indul majd meg Lucian, illetve Karma az alsó ösvényen, cserébe több életerővel. Harapós fajt találatai, legalábbis gyakorlása arra, hogy találjon, nem egy rossz döntés egyetem, mert ugye már most Ice-T-től ugyanis ez egy sorsdöntő lehet bármilyen gyilkosság lekövetésében, level 1-es párbaj a felső ösvényen. Fióra az, aki először menekülni kényszerül, mert a minionok egyértelműen szintén sebzés hordozat még egyes szinten is rád, és Irelia előbb-utóbb ugye kevesebb illetőrével jobban tud majd válaszolni a kettes szinten, meg aztán főleg egy jó kávítása a Fiórára. Ice-T pedig megkapja a mantrás belső lángot Karmától, de ez még úgymond valamennyire levakarható a válláról, és kicsikét vissza van tovább Fisherre, a felső ösvényen, ő még nincs meg kettes szintű, majd csak most. Mindjárt. Érdekes, hogy Rivélia mennyire a torony alá tudja tolni Jeremy Fishernek az Irelia-ját, a cseréből pedig Máték tudnak úgy jobban kérni, hogy ők azok, akiknek alapvetően tapasztalati pont hátránnyal kéne, hogy küzdjenek, már két sütijét elhasználta kicsi Ice-T, és még így sincs közelében sem a maximális életerőnek, ezzel szemben Hextasy még csak egyet nyomott el, és ő viszont majdhogy nem maxon van. Hát én megint tisztán cserélt, az a minionjai Eliuri ki is úgy cserél rám valamelyest az alsó ösvény párosára a Silent Fingers-től, Frenna is ugye Braum az, aki hát ugye tudnak sebzést levédeni, de Braum paj sincs mindig egyértelműen, ezt az utolsó ütést is elfelejti és elrontja Frenna, így minionokat már buktak. Már majdnem egy teljes, sőt egy teljes minion hullámot elbukott már Frenna az előző párbajokkal, meg a Rek'Sai az alsó ösvényre, de top 1 Tobi azért kicsikét mindenképpen erőteljesebben kell belépni ahhoz, hogy a felütést meg lehessen csinálni a lövészre. Jó a kábítás közben a felső és ilyen Fiórára. Cserén lehet a tényleges sebzése, megint jó a levédés, ez Fisherrel. Fisher egy kicsit meg is állt még gondolkozni. Fire Reveal-i a sebzése, de még nincs halál a felső és ilyen. Nincs romlás itala senkinél, sem Fiórálnál, sem Irelia-nál. Így az egy-egy életre italt kellett beosztani, mert talán picikét Fishernek kedvezhetne, de Monnával viszont rosszabbul áll. Azért is kedvezhetne neki, mert ő még csak most használta el az életerő italát, még ez Rivélianál már egy kicsikét régebb óta nem érhető el, de még Fishernek ugye rengeteg alaptámadás kell, hogy visszatérjen az életereje, addig egy-két pont leütés Rivélia által elegendőnek bizonyul, és ezt láthatjuk is akcióban, hiszen Rivélia nem áll meg, folyamatosan ugrál a fején annak az Irelia-nak, ez farmban egyébként egészen eddig a pontig kevésbé tükröződött, most már ott is kezd megmutatkozni. Van már egy-két minion, amit el kell engednie Fishernek ahhoz, hogy inkább bukja miniont, mint túlságosan rossz életerő cserébe menjen bele Rivéliával szemben. Szóval érkezik Nidalee a felső ösvénybe a bokorba. Ez ninja rajta ütés, de talán Darda esetén biztosan meghozza a ravaszt a Vine, viszont Fisherre még van villanással kell. Hazafele menni Nidalee, jó a csere eddig, Fisher pedig Dardát kap, és villanja kiel neki, Fanskai! Majd végül Rivélia a gyilkosságot befejezi. A világ végére ugrott a cica, azt láttad? Aha. Hát ilyen pedig aknára lépne, de elvillanás mindenképpen jó.
padhelyzet volt igazán a Fishernek az a mozdulat, már egy ilyen világ végéről talált dárda, pont meghaltak a minionok előtte, elég pekes volt számára, de 1-0. Illetve a Wildnak. Fanskai megint csak jön. Először fenn, majd lent, majd középen mér is, ne? Akárhol mehet, ő Nidali, egyértelműen gyorsabbak a rajtaütései. Az egészet Rivelli a gyönyörű szép megmozdulása tette lehetővé. Viszont pontosan az, hogy vissza tudta verni a kábítását annak az Irelia-nak. Így tehát a lánzsa elől kilépnie, vagy kivillannia. Még éppenséggel nem volt lehetősége Fishernek. Az pedig, hogy utána ketten villannak rá a nyakára, hogy na most enyém az első gyilkosság, nem mert az enyém, az már igazából tök mindegy volt. Van támogatás, van gyilkosság, talán egy felesleges villanás, de nem is az a lényeg. Jégesvény ADM-től, Dárdával a célpont, a Dárda mellé, visszaáll lépközben mindenki karuszán, ADM nagyon sok sebzés szenved el, neki villanása már nincs, ne felejtsd el, Fanskai még talál, Dárdával lehet menni, villanásépessége karuszán már nincsen, ez halál, ADM még majdnem ott hagyja a fogát, sőt, még mindig táncol, Kartusz akna elő, miközben Fióra hal meg végül, az előbb ugye két villanást áldoztak azért, hogy mindenkiben meghalljon Jeremy Fisher. Ez itt pedig egy visszanyalt fagyi, kérem szépen, visszakézve jött a Schaller, de legalább ugye Dardavir meghalt a középső ösvényen, és halált nem tudott ugye magával még hozni. Ehhez ADM táncos lábai kellettek. Volt már neki azért végső képessége, tehát a hatos szintet pont a gyilkosság után be tudta fejlődni, valószínűleg ezt így is úgy is túlélte volna, csak annyi volt a kérdés, hogy a végső képességét, fagyos sírt ki lehet-e húzni belőle, nem. Sajnálatos módon ez a táncos lábak miatt, hogy te is mondtad, nem sikerülhetett Daredevil számára, de az a tény, hogy zónázza folyamatosan. Az pedig egy mantrás belső láng, és Frenna megeszi még Lucian követését szintén. Brom hiába áll elé, a sebzés nagy részét már megkapta Frenna. Életerő ital van Lucianon, viszont ezről egy darab se. Ugye gyűjti már jelzőket istenő könycsepére, szép és jó, de Mihály Skarra megindul már a távolságot kell tartani ezzelnek, és egyértelműen van neki tírugrása. Arrébb tud lépni a kellemetlen helyzetből, de talán Lucian az, aki ezt viszonylag játszik könnyedsége, le tudja követni majd, amikor arrébb akar menni Ezreal. És persze egy inspiráció, megint csak egy új húzás, végső képesség fagyosír ADM-től, Fanskai hozza a gyilkosságot, megint táncol még ADM az aknákon, végső képesség nem lesz valószínűleg elég. A Negatron palást, melynek köszönheti ADM az életét, ezért csak 3-1, és nem hal meg ADM. Kicsi, olybá tűnik, hogy nagyon szeretnék ezen a mérkőzésen megfogni azt a Kartuszt, aki az előző összecsapáson mocskosul meg tudott lódulni. Hát most lehetőség erre nincs, 0-2 jelen pillanatban a teljesítménye, de még így is képes arra, hogy ADM-et a lehető legtöbb farmtól távol tartsa, majdhogy nem fejfej mellett haladnak úgy, hogy pont az előbb használta el a teleportját Daredevil. Ouch. Ezzel most visszaérkezni nem fog tudni. Az első tárgya pedig neki korokpálcája lesz, mélységi jogar viszont ADM-nek. Frenna! Ne félj, Chad Frenna. Ez a térugrás kicsit ilyen laggolva jött ki amúgy tőle, tehát abszolút nem volt semmi értelme. De a belső láng az fáj a Karmától. Stackelte a tírt. Ja, igaz. Ezt kell mondani. És úgyis hazafele ment, ja nem. Hát mindegy, Frenna éppességgel életerő nélkül van, megint top egy Tobi, de nincs az a lövész, ki lekövesse azt, amit csinálni szeretem, átlenni bele és köp Ezreal-be valamilyen szinten. Neki gyógyítása van, villanása is van, de nem hinném, hogy szeretné ezt elhasználni jelen pillanatban a Frenna az alsó ösvényen. 61-81 a farm arány az alsó ösvényen. Máté maga biztosan egy jó 20-assal vezet, ez pedig mindenképpen egy előny. Hát azt mondom, hogy egy teljes tárgy és fél tárgy, de dominanciával mindenképpen érződik, főleg Hextasy játékán az, hogy Máténak elég könnyedebb dolga van ezen az ösvényen. Jön megint ADM, Daredevil húzza meg a ravasz, jó jégösvény, jó a kábítás, majd még a jégszilánk is talál, viszont a sebzés nem tudja tovább folytatni, végső képessége még nem elérhető, de még egy ilyen húzás, és Daredevil meghal. Rivelia is nagyon türelmes a végső képességével, ugyanúgy, ahogy Fisher is. Kábítani most biztosan nem fog tudni. De ilyen Fióra végső képesség csattan, Fishernek kéne visszább lépnie. A cserét visszahozta egy Fióra egyértelműen. Irelia pedig jelen pillanatban, hát nem áll túlságosan jól a helyzet magasodán. Végső képessége még éppenséggel van. Tehát ezzel lehet még életverőt tölteni, de Fiórából nyert életverő töltés nem lesz elég ahhoz a túlélhessége. De Topek Tobi viszont jöhet! Rivilliának villanása van, szóval menekülni tud, rávillan Topek Tobi, Rivilla később villanhat. Ezt viszont lekövetni Fisher már nem tudja. Neki volt villanása, de igazából talán egy kábítás lett volna elég manája, és igazából ennyi. Az se lett volna kábítás, max lassítás. Így van.
és a végső képessége nem tudta volna befejezni Rivéliát, mert nem volt rá elég manája. Hát ez pat helyzet, de legalább fiúra virrása az kiment. Ezzel talán az agresszivitásából és az arcából visszavehet majd Rivélia, bár nem így ismerjük. Úgy érzem, hogy van egy kis személyes... Nem. Nem, jó. Jégesvény, Daredevil, fagyos sír, Darda. Ez konkrétan egy leírt recept volt. Arra, hogy Topet Tobi ott élek, hogy ADM-et, a kábítás még jó. Nincs manája ADM-nek, viszont villanással sincsen, jön Fanskáj még kergetni. ADM válaszol, jó, jégszelenk, Topet Tobi még nagyon ölni akar. Vérszem rajta, de Fanskáj legyőzhetetlen. 4-0-1-es, most már a fagyos sírra tökéletesen idézíti, már a harmadjára dobja bele a maximális távolságból érkező Dardát. Fenomenális! Ezt meg is mondtam volna a hangodból. Igen, az a Nidali most megállíthatatlan. Talán még kicsi Ice-T Brown-ja is kevés lesz ahhoz, hogy kitankolja az összes beérkező láncsát. Az pedig, hogy az előző mérkőzés és 6-0-ás kartusz most 0-3-as indulásom megy át. Annyit jelent mindösszesen, hogy nem 10 perces a korokpálcája, hanem mondjuk 14. Megvannak már a komponensei, ugyan viszont befejezni még nem tudta ezt a tárgyat. Daredevil felső ösvényen pedig megy a csere, Bere Fischer most nem jön ki belőle jobban. Ó, Gletscher szakadék, és jó még a vízszeres hullám Ezreal-től. Hex, hogy kap egy kábítást, de ugye már menekülni kényszerül. Fenna, gyógyításra rajta az égetés, a belsőnek bármikor még csíphet. Fenn az, aki megint a rövidebbet húzza. Van még malája, tehát van még miből kezelnie bármit is, de életerő nélkül azért ezzel elég törékeny lélek. Apropó törékeny, mind a két lövész elhasználta a gyógyítását. Aha, és Fischer megint csak két ember közé ragad be. Fanskáj nem akar hátrébb lépni, jön egy Topet Tobi, csak kérdés, mikor? Késő lesz? Késő lesz! Meghal közben már egyetemben Fióra, helyett ugye Irélia, aki nem más, mint Fischer. Jó a lánc, Ice-T-ra, majd a belső lángot vidi le pajzsal a Brau. De szerintem ez a pillanat az, amikor Hextasy elkergeti az ösvényről egyértelműen a Salad Fingers párosát az alsó ösvényről, még egy toronysebzés is belefér, megint jó a mantra, az a belső láng. Nagyon tép Hextasy. Egy kis piszkálódásra talán most már van biztonságos lehetősége Frennának a ragyogást befejezvén. Topet Tobi szeretne ugye Rivéliát ölni, és jön a Darda még pluszban valamennyire azért egy biztosítani a gyilkosságot. Darda vél beáll ugye a fagyos Shiba ADM-nek köszönhetően. Jön ugye Frenna hátulról segíteni jó a kábítás Brown-tól, és meghal ADM. Elszámítja magát. Hex, azért pedig már régóta lemondott társáról dögölj meg. Ő nem akar otthagyni a fogát egyértelműen, így 2-7 az állás. Személyes ellentétek? Nem! Hát Hex azért már ott hagyta ADM-et. Azt mondta, hogy hát olyan mélyre mész, maradj is ott testvérem. Értem. Most már minden világos, készíti a hasító bárgyát a felsősvény Irelyang, de nem csak azt, hanem a vérszomjas hidráját is. Így igazából amellett, hogy jól tudja takarítani az ösvényt, remekül tudja majd kivenni a részét. Nem csak a csapatharcokból, de a cserékből is, ami ugye egy Irelyával szemben eléggé jól tud jönni. A kérdésem csak az ezen a ponton. Mérkőzésben, hogy lesz-e vajon hírnök elhozatal, mert ez mind Fiórának, mind Irelyának, sőt talán pont Irelyának tudna nagyon sokat segíteni az acélugrással. Fanskáj már megint valahol jön, megint Brawl menne a célpont találta, Darda, de egyetemben Frenna a célpont, meghal Ice-T is, Frenna próbál menekülni valahogy, még éppenséges sorozatlövés erről kitér, de a kettős gyilkosság Máténál van, hát ez most nem lett fenomenális. Frenna menonális. Mindegy, ezt nem sikerült előni ezt a szófordulatot. Nyomtál egy fél Thanatoszt. Igen, igen. Nem, egy fail Thanatoszt. Mert nem sikerült, de mindegy. Fokozni. És Jeremy Fischer, aki megint csak cserél fiúrával szemben, végső képességek kijöttek. Fiúra még ebből fordult, jó a kábítás, és torony alatt hal meg! Rivéria, bár a torony nem lőtt ki rá, de már el volt pozícionálva, Darda az mellé. Ezzel ugye megint csak szépít valamelyest a White, 9-3, most már lassacskán 3000 arany előny, sőt, már több mint 3000 arany előny, ami a Wide-nál van, biztosan. Alagút takarítás, Topet Tobi sajnos két halállal és egy gyilkossággal rendelkezik, még ezzel szemben Fanskáj a 9 gyilkosságból 8-nál ott volt, 5-0-3, mindent elmond az ő aktivitásáról ez a statisztika. Abszolút, nagyon meggyőző a Nidali teljesítmény ezen a mérkőzésen, pedig talán pont róla mondtad, hogy ő el fog tűnni. Ilyen egyszer, kezdés igen. Után hát én nem vagyok benne biztos. A nagyon-nagyon végső szakaszban tűnne el valószínűleg, de az még legalább egy jó 30 perc lenne. ADM pedig szeretne fagyos sír kihelyezni Devil arcával, de ez még nem sikerül, helyettően egy belső láng. Jön Ice-T szintén tornyot, cibálja a Wild. Hátulról jön Topet Tobi, lehet szépen kialakítani küzdelmet, de az ember hátrányban játszó Salad Fingers nem fog kilítni tornya alól, mert az igazából egy öntökörúgás lenne. Nekifutásba?
Hát mondjuk. Az mindig jó ilyen. Felső és mire érkezik egyébként Jeremy Fisher, viszont amit nem tud az az, hogy ez egy 1v2-es szituációba történő érkezés lesz. Legalábbis a közelben van még mindig Fun Sky. És amint meglátja azt az Irelia-t, még akár van is lehetősége visszafordulni, de ha őt nem, akkor majd Rek'Sai-ra. Jó, a kávétás Irelia-ra jön, top 1 Tobi, előbb-utóbb 2 végig lehet majd Irelia-val szemben, jó a súlytás, így lassítják. Kartus szintén jön, így igazából 1v3-mal lesz előbb-utóbb majd fiúra, mikor villan? Ez ott a kérdés, ami 10 millióért szól, de villan. Meghalt. Nem maradt arról, szóval nem elbuktad. Játék, elbuktad. Mi van? Semmi. Az ég egyet a világon semmi, de Fun Sky nem így gondolja. Top egy Tobi kicsikét megszonyargatja, de igazából még ez annyira nem fáj neki. A két jungler-es ugye ekkora különbséget találkozik egymásra, érződik a fájdalom. Jó ADM-nek az érkezése megint még, talán plusz egy dárda. Igaz, nem a legmesszebbi pontról. Az nem messzedik Fun Sky-ra, de amúgy nem tép már rosszat Kartus. Körülbelül harmad élete elment Fun Sky-nek a levesbe. De megint ott vagyunk, hogy kéne még egy jó pár tárgy Kartushoz, ahhoz, hogy ez igazán fájjon. És ha lesz elég varázs védelem, akkor igazából Ezreal-nek kéne ezt valahogy majd kompenzálni, aki még ezzel a két tárgyal nem fog embereket megölni pillanatok alatt. Sőt, másféllel. Hát igazából másféllel. De, ja, a cipő is egy fél, meg a Isten Rékegyzsebb is egy fél, akkor lejön akkor az kettő. Jó indulattal, na. Jó, másfél. Szívet fog a sírba vinni. De nem is ez a lényeg, hanem hogy mennyi varázssebzés van most a Vágynál az 5-0-ás Nidával és azzal a berobbanó ADM Burst-tel, amire szerintem már elégszer kitértünk. Morellon, amikor leszem ugye a második tárgya imént említett játékosunknak, ezzel szemben a mélységi agar Daredevil is ki fogja építeni, pontosan azért, amit most említettünk. T2-es toronyra lépnek ki a Wild, inspiráció Fisher ellen, Fisher villant és ezért pluszban jön Top 1 Tobi. Meghalt egyértelműen Hexas és Frenna is itt van, emberelőnyből, ráadásul kettős emberelőnyből lép ki a Silent Fingers csapata, és ez valami jó hívás volt. Otthon tutyi mutyizik, hátul Fun Sky, sehol nincsen rajta a legtöbb sebzés jelen pillanatban, és a közelben sem volt. A sorozatlövés arra éppensége jól, hogy megvakarja Brawl-nak a sejhaját valamelyes Máté, de sebzéshez nem jön ki belőle. A minionak viszont el fognak fogyni előbb-utóbb. Még kijön a sorozatlövés, és Máté megeszi a sebzés. Rivillia és Fisher. Fisher és Rivillia. Jó a kábítás, ha kijönne valamikor, de túlságosan hamar jött még ki. Rivillia ezt túl fogja élni. És nem tudott ráállni a falra, hát nem. Fisher. Hát nagyon nem. Mert hogy azt az utolsó jelzőt, ha jól látta, meg le lehetett ütni róla. Hát nem, igen. Fun Sky pedig be, aztán ki. Éppenséges sebzés még kap. A gyógyítás menti meg az írháját közben, mert Máté olyan ki. Top 1 pedig szeretne ugye Rivilliát valahogy kergetni, de a rövidebbet húzhatja villan Rivillia a biztosgyilkosság begyűjtése érdekében. 6-12 is jön a válasz a White-tól. Még nem volt otthon az előző kezdeményezés óta a Silent Fingers csapata, jön Frenna. Térugrás, misztikus lövedék, aztán pedig menekülés. De a jégkalapásnak köszönhetően, jégkeszőnek köszönhetően azért már a lassítás mindenkivel kellemetlen Máténak is, ami Frennától érkezik és érkezhet, elfogyott Kartus manája. Az pedig minion takarításra már alkalmatlan karakter így. A Rely miatt viszont megvan a lehetősége lassítani folyamatosan az ellenfeleket egy-egy lunge-ával Fun Sky-nak, a csapdákról nem is beszélve. És ezt még az erősíti tovább, hogy Hexas ugye az egész csapatot gyorsítani tudja viszont. A Jemus ellen karddal pedig én úgy gondolom, hogy Máténak van lehetősége ezeket a gyilkosságokat begyűjteni, vagy hát fregeket, akik ugye menekülnek majd lassítva. A kék erősítésre pedig talán pont Fun Sky fog kilépni. Nem volt igazából ADM a közelben sem, meg neki mondjuk van elég manája már ahhoz, hogy meglegyen anélkül is, míg Fun Sky továbbra is talán a legtöbb sebzés hordozó játékos a meccsen, talán még, bár ADM-mel vetekedhet erről, hogy kinek van igazából több. De az biztos, hogy neki éppessége nem volt pont manája. Szóval neki jól jött, de haza is ment, szóval nem biztos, hogy lesz manája. De az ő játéka és az ő képesség használata talán több manát igényelnek, mint Lissandrának a passziára, csak arra kacsingatunk, hogy neki igazából van olyan lehetőség, hogy maná nélkül használjon képességet, ami nem egy rossz dolog, ugye ez az ő kis pici passzívja. Amíg Messenato gömbbel a biztos behatolást csinálja meg a Wide Silent Fingers jungle-ébe, nem máshova darcik. Utána még sutyarákat is elhozzák pluszban, mellyel a lassan születő baradnasorra befejezem a mondatot, mehet a Wild Multigaming csapata. Kösz.
Közben a kábítás gyönyörű szépen lép ki megint. Ó, Fishernek ez nagyon fájjon, bravo. Viszont revealja már konkrétan lassan egy helyi sheriff ezekkel a tárgyakkal egyértelműen, Fisher pedig halott. Márti hozzá a gyilkosságot, Brownnak kell visszállni, jön Topi szintén menekülni kényszerül, de azért valamennyire még revealja mellé parkol le. Itt is van egy kék gólem, ezért vitt el Fanskyen, mert ezt átadja majd ADM-nek. Hát ott, fuck logic. Mármint, hogy igen. Vagy true, jó. Jó, mindegy. Igen. Logic, logika. Ez meg volt már tervezve előre. Baron a sort kezd el a Wild. Komolyabb veszély nem fenyegeti őket Top 1 Tobi sújtásán kívül. Kijön ezről végső képesség mantra. Bejön Top 1 Tobi, de még annak a Baronnak van élete. Mm-hmm. És a fagyos sír, és minden más. Meghal Top 1 Tobi, meghal Kardus, meg a Baron a sor. Fanskye gyűjti be mind a Baront, mind pedig egy gyilkosságot. Adam pedig visszaáll, és Frenna nem tudja befejezni, de végül meghal. Kardusnak köszönhetően, majd ugye még revealja meghúzza a ravasz, hogy meghalhasson hátul. A hátsó sorban játszó Frenna, Fisher még jönne. Ugye ő megjött teleporttal, de a játékosok a inspirációnak köszönhetően világ végéig futnak. 7-16, Baronosan a Wide-nál, 9000 magabiztos arany előnye a Wide, lassan bent a döntőben. És amellett, hogy a Baronosort elhozzák, még 3-1-es gyilkosságcserét is képesek voltak eszközölni, ami tárgyakra pedig te kitértél. Ugye a felső ösvényes fióránk esetében az a vérszomélyes hidra, a hasító bárd, amelyeket végre be tudott fejezni, viszont ezen felül ugye még akár egy vérszomélyes is készülhet nála abból a KN kardból. Ezzel szemben mit tud felmutatni Fisher? Hát egy háromság hatalmát, azon felül pedig egy rubin kristályt és hosszú kardot, tehát közelében nincs annak a tárgy mennyiségnek, ami viszont elérhető Rivilliánál. 4-0-ás toronyállás segíti ezt elő egyébként, és te is mondtad, a 9000 arany különbség az elég jelentős, mindössze 22 percnél. Jó, igen. Buli van, Máté pedig a temetőben, Karusz hozza el, de még a küzdelem nincsen vége, jó fogy a sír, három ember gyűrűjében. Jelhoz ki gyilkosságot Fanskye ADM-nek köszönhetően, aki legkészítette a gyilkosságokat. Ráadásul Karusz is meghalt, szóval egy gonddal kevesebb. Mert igazából neki valahogy kétszer kell meghalni, ugye mire véglegesen meghal. Frenna kergeti Rivilia. Jön Top 1, Tobi még ugye hátulra bekergetni. Jó igazából még a levédés. Ettől függetlenül megy a buli tovább. Rivilia pedig két emberrel harcol. Jön Brown, most már ez három. Rivilia. Azt hiszem itt az idő elköszönni ebből az 1v2-es párbajból és visszajönni a saját csapatodhoz. Jéges ugye jönne be ADM, de ez nem tanál. Frenna pedig visszább is lép. Fanskye villan. Frenna a cél... Jézus. Frenna meghalt. Fanskye-nek félig meri célpont volt, aztán inkább csak ingyen kaja. Ice-T lép visszább és még a jégszilánk jó Brown villan. Ebből gyilkosan legalább nincsen, de inhibitor jött a Wide elsősorban, ami meg is van. A baromnasabb powerplay pedig már legalább 2000 fölé rúg. A gyilkosságnak köszönhetően, meg maga a baromnasabb megszerzésének köszönhetően. Jön Tobi, torony alatt harcol, valamennyire szeret Fingers, visszajön jégesvényen ADM, neki nincs sok élete, de jó felé menekül. Jön még Fanskye szintén, megint jó a karmalánc, megint nem lehet tovább kergetni, meg jön Fisher, porszívózni, rivilli a célban, valamennyire viselőző jön a vála szintén, és fiúra négy ember között táncol, és Hexazihoz még egy gyilkosságot, most hal meg végre fiúra. Hát ennyi idő kell hozzá, megdögöljön, visszállévi Nidal és jön a sorozatlövés Mátétól. A teljes tisztító brigád jön meg. Kardus végső képességének köszönhetően, mert majdnem meghal Fanskye, de majdnem az nem igen. Frenna viszont meggyön, begyűjti Fanskye-t, rakat lóvét hozzá ezzel. Ugyanis 9-0-7-es volt eddig Fanskye, és végre meghal. Hát végre meghal, de ő volt az, aki visszament még, és könyörgött azért a halálért. Amit Frenna, mivel hogy dicsőséges nagyúr, meg is adott számára. 11-21 a gyilkosságok állása, és nem rohamosan nő az arany különbség a két csapat között, de azért nő. Tehát amikor az előbb megemlítettük 3 perc ezelőtt, hogy 9000, hát most arra még 2000-et jóvá írhatunk a Wild számára. Én szerintem arra a hegysárkányra lehetőségük biztosan van kilépni. Kérdések az, hogy megteszik-e. Ezzel ugye a célpontok elhozatala könnyebb, mostantól kezdve pedig a Wildnak más feladata nincs, csak hogy célpontokat hozzon el. Itt is vannak erre a plusz 10% célpont sebzésre. Ja, Varonosod már nem kell megölni egy darabig, viszont van még azért jó pár toronyan másik két inhibitort. Inhibitornál való megsemmisítésénél, na csak sikerül kimondani. Top 1 Tobi lép visszám, ADM kergetné, de azért Frenna asszisztál, és sorozatlövés Mátétól, minion takarítása tökéletes. Egy picikét kap belőle Frenna is, de nem ráment ki. Szépítsük Mátének a végső képességének ugye a fa illiát. De 11-21, 25. percben járunk.
Továbbra is óriási az arany előny, most már nem 9, hanem 10K-ról beszélünk, ami azért nem semmi. Frenna pedig próbálja valahogy a minionokat takarítani, amíg épesség érkeznek, de vele együtt iraklapnyi vájdos játékos is jön. ADM a kezdő. Bázis, védőcipő most már ki van egészítve rajta is. A 20. percnek köszönhetően, és teleporttal tud jönni bármikor a küzdelembe társulni. Harapós fagy mellé, hullám jó Ezreal-től. De akkor a belső láng az megint csak szintén ad egy raklapnyi sebzés. Szépek a tárgyi hexedenek amúgy. Van védelem is, és sebzés is valamennyire alakul rajta. És a visszatöltés idő, mert nagyon sokat dob igazából Karmán a gyakrabbi inspiráció kihelyezése érdekében. ADM pedig a felső ősvényre megy föl, ergo 4v5-ben támad a Mind az alsó ősvényen eddig és nem keddig. ADM nyugodtan nyomotja a felső ősvény, mert nincs igazából félelme. Mind az öt játékos látható az alsó ősvényen. Azt ki lehet mondani, hogy ez a teleport sorsdöntő lehet, Daredevil épesége jó célban lehet szintén. ADM villan, Daredevilre, Fagyosír, Karthus halott, próbál beljebb menni, jó olyan halljon meg, de ez nem biztos, hogy elég. ADM ki is gyalogol, Karthus még épessége hátulról köpködni, nincs gyilkosság. 1-0 eddig, és meghal Barom. 2 gyilkosság, ugye mindenki Lucianél. Top 1 Tobi szintén meghal, Fanskai hozza el, ez pedig egy nyitott bázis, még talán a Darda, Fanskai menne, meg is, majd Frenna szintén. Fischer hozza el végül Fanskait. És a lánctól épesség el lehet menekülni, végső képesség kijön Frennáta, de ez kevés. 3-1-es sereg, 2 ősvényre jönnek a Super Minionok előbb-utóbb. Mantrázott inspiráció pedig végül visszalép a Wide. Nekik ennyi elég volt bőven. Hiszen megint 3-1-es volt a csere. Számukra 2 bedöntött inhibitor miatt, pedig ez a baronnal sor, ami 1 percen belül érkezni fog. Szinte biztos, hogy az övék lesz már, azzal pedig be is lehet fejezni a mérkőzést, egészen addig viszont haza kell térnénk a kezdőre, elkölteni a pénzt, föltöltődni, és újult erővel kilépni a baronnasora, amire viszont Szeletfingős csapatából is mindenki élni fog. A rálátást van lehetősége talán megalapozni a kék játékosoknak, ha éppen nem takarítják a beérkező szuperminéneket. Fischer, Rivelia. 2 szint hátránya, de top 1 Tobi jönne, és 1v2-ben szeretnék ugye valahogy fiúrát eltakarítani, végre sikerül. Ugye a háromság hatalma, és Sterak is rajta van már ugye Fischerben, melyen azért valamelyes túl is vállalhatja magát, meg is van a konkrét sebzése is, de azért 1v1-ben nem tud fiúrával párbőzni egyértelműen, ezért kellett top 1 Tobira legalább egy kisebb kábítása, meg kisebb volt a sebzése is. Ezzel megvan a gyilkosság. De mert teleportja Rivelianak van, így kb. 25 másodperc van megint lesz majd fióra. Vörös elhozza Máté. Őrszemben még épessége nincsen túlságosan sok, sőt semmi. A Select Fingersnek a baromnasor körül, az mindenképpen kéne pótolni. Inhibitor visszajött, de Frenna közelben sem lesz ellen a baromnasor fightnál, ha lesz. Teleporttal érkezik Fischer. És visszaadik a Wide, ezzel pedig a teleport kilőve. Várniuk kell egész egyszerűen, hogy föltorlódjanak a minionok. Középső ösvén ugye újra épült már az inhibitor, Fanskai. Fanskai két ember gyűrűjében, Gletscher szakadékért közel hátul Máté. Fanskai még mindig bírja. A két tankról beszélünk, Motion Fisher, Ice-T pedig meg is hal. Ez már emberelő megint a Wide-nál. Lehet nyugodtan a baromnasorra kilépni. Egy óriási kezdeményező készséggel kevesebben rendelkezik most már a Select Fingers. Fanskai ugrik, majd dobál. Miért is nem? 4 darab Select Fingers játékossal kell majd valahogy mindenki felvenni a párbajt a Wild Multigaming csapatának. A sorozatlövés talán hátul van a Fischerre, és azonnal felrobban Frenna! Semmit nem tud csinálni, meghal Mikaru szintén, viszont ott hagyja ADM mindent. Meghalt. Nem tudom, mit akartam mondani amúgy, de meghalt. 4-1-esen összességében, és ugye Karus ténylegesen meghalt, most már lehet nyugodtan menni, miközben Rivelia a teleportját nem a baronra használja, hanem a bázisra. Tobit kergeti még Fanskai, majd valószínűleg meg is halhat épessége, de Máté az, ki a közelben van, és mehet az X Rivelia, mehet nyugodtan az Rivelia-ra is. Ice-T próbál bármit is csinálni, sőt még trollkodik is, megy a BM, ennek már értelme nincsen. Rivelia visszakergeti, és lassan be lehet dönteni a Nexus is. Hexazi még közben hátulról megjön, kijön a medális szintén, mert miért is ne? És szépen lassan a Wild 2-0-val benn van a döntőben, így július 27-én. A Debreceni Roadshow keretein belül velük fogunk először találkozni, és holnap kiderül, ki a másik döntős csapat, ne felejtsétek el, hogy holnap szintén este 6 órától a csatorna online-ra vált. És jön a következő elődöntő, ahol Thanatos, Buci, Kioszka és Zimmerion fog várni majd titeket. Mindenkinek kellemes jó pihenést, mi kijelentkeztünk. Darcik, mondj valamit, sziasztok! Sziasztok! Kösz, Darcik, sziasztok!